Hát ahogy a reklám előtt Göncz Kinga fogalmazott, itt nem csak arról van szó, hogy X törvényt kérjük szépen módosítsák a különböző uniós eszmék, szellemiség és előírásoknak megfelelően, hanem magának a jogállamiságnak, a demokráciánknak a működését, vagy annak szellemiségét is szeretnék biztonságban látni azok, akik most még kritizálják a jelen állapotot. Balázs Péter a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát azt meg hogy lehet? Tehát, hogy az alaptörvényben benne van-e az, hogy az egykulcsos adót hogyan lehet megváltoztatni, az ténykérdés. Benne van, vagy nincs benne? Benne hagyjuk, vagy kivesszük? De az, hogy utána ennek az országnak a működése milyen szellemiségben halad, vagy létezik, ezt hogy tudják mérni, vizsgálni? Az Európai Unió nagyon pontos mércével mér, hasonlóan más nemzetközi szervezetekhez. Ezeket a szervezeteket államok hozták létre, és valamit rájuk bíztak, és ennek megadták a szabályait. Az Uniónak igen pontos szabályai vannak, jogszabályi minőségben, mellé teszi a tagállamok gyakorlatát, és megállapítja, hogy egyezik vagy nem egyezik, és ha nem egyezik, akkor miért nem egyezik. Mindazok a témák, amelyek szerepelnek, akár a most futó 3 kötelezettség szegési eljárás, akár a további 5 téma, amely ma fölkerült a listára az Európai Parlament határozatában, mindegyik mérhető kritériumok alapján kerül oda, és hogyha a vizsgálat folytatódik, már pedig erre kapott most megbízást az Európai Bizottság, akkor valamilyen konkrét diagnózis kerekedik ki. Amit kérdezett ez a bizonyos szellemiség, ezekből a mozaik kövekből fog kialakulni, hiszen egymás mellé kerülnek a különféle témák, az, hogy bírókat tömegesen idő előtt nyugdíjba küldenek, az, hogy bebetonozzák az egykulcsos adót, az, hogy születik nagyon furcsa körülmények között valódi fölhatalmazás nélkül egy alkotmány, és így tovább, és így tovább, és ezekből rajzolódik ki. Én mozaik képnek mondanám azt a bizonyos profilt, ami az országot sajnos egyre inkább jellemzi, és ami kiváltotta az Európai Parlament igen jelentős többségének azt a reakcióját, hogy most már részesítsük talán egy utolsó figyelmeztetésben ezt a tagállamot. Ez annak tekinthető, ez a mai ma elfogadott állásfoglalás, ez egy utolsó figyelmeztetés? Én azt hiszem, hogy mind a politikai hátterét, mind pedig a jogi hivatkozását tekintve ez valójában egy utolsó figyelmeztetés. A politikai háttere nagyon erős. Tudnélik, nem lehet egybemosni azt az igen sokszínű képviselői társaságot, amely ezt a 315 többségi szavazatot összeadta. Eleve téves, azt hiszem, hogy ebben valami hazai tévedés nyomai fedezhetők föl, ez a bal liberális. Hát azért Európában a baloldal és a liberális igen nagyon különböző. Hát ez nálunk az MSZP-SZDSZ kormánykoalícióval alakult ki ez úgy az ragadt eszme. Meg, igen. Hát ha ugyanezt valaki Németországban mondaná, akkor nem is értenék, hogy mit beszél, hiszen a jobb liberális FDP az uniópártokkal együtt kormányoz, jelenleg is, és kormányzott már régen is. Na most... Tehát eleve vannak ugye a zöldek, vannak a liberálisok, vannak a szocialisták, van ez az egységes baloldal, vagy egyesült baloldal, de ahhoz, hogy ez a többség kijöjjön, igen komoly néppárti átszavazásra is szükség volt, nem átszavazásra, szavazásra. Ez igen komoly, ez mennyi? Én most ebben nem tudom kiszámolni. Hát ebben nem látunk bele. 315-ből akkor hányan tartózkodtak, hányan nyomtak nem a gombot? Itt a tartózkodás is, mint ahogy általában ugye egyfajta állásfoglalás volt, de... minden kormány kérdés arra, hogy van-e a háta mögött többség a parlamentben, vagy nincs. Az Európai Unióban ilyen értelemben nincs kormány, de van parlament. És a leghitelesebb intézménye az Uniónak ez az Európai Parlament, mert az egyetlen, amely közvetlen legitimitással rendelkezik, a választópolgároktól kapja. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy ez nem az unió, ez maga az unió, ez az uniónak a politikai közvéleménye, amely ma állást foglalt, és amire hivatkozott ez a lisszaboni szerződés most már többet emlegetett 7. cikke,
amely elítéli, hogyha eltér valaki a normáktól. Na most ennek az első bekezdése. Első bekezdését hivatkozta meg, ami azt jelenti, hogy ez a téma vizsgálatra érett, tehát ezzel most foglalkozni kell. Ez még nem a szankciós, és az, hogy nem a szankciós, ezt a szocialisták döntötték el, mert nem csak a néppárt adott még egy türelmi időszakot a Fidesz kormánynak, de tulajdonképpen az európai szocialisták is azt mondták, hogy folyik ez az eljárás, most jön a levél, ne vigyük túlzásba a dolgot, indítsuk el a vizsgálatot. Mit fog jelenteni ez a vizsgálat, illetve akkor milyen, tehát a gyakorlati életben mit? Tehát miközben az Európai Bizottság felé a levél már állítólag el is ment, a kötelezettségszegési eljárás alávont törvényekkel és pontokkal kapcsolatban, annak majd nem tudjuk, hogy mit tartalmaz a levél és mi lesz a következménye, de ez a vizsgálat, ez attól független, azzal párhuzamos, és hogy képzeljük el most, akkor megfigyelők jönnek Magyarországra, vagy újabb adatokat kérnek Magyarországról, vagy hogyan? Ez egy újabb fejezetet nyit az Európai Unió munkájában. Megkapta az Európai Bizottság ezt a határozatot, amely ma született. És ez a határozat fölszólítja az Európai Bizottságot, hogy 8 témát alaposan vizsgáljon meg. Ilyenkor a bizottságban azt a bizottság főtitkársága kiszignálja a megfelelő főigazgatóságokra, és nekik kötelességük ezeknek a témáknak utána menni. Na most a föltáró szakasz az hasonlít a kötelezettségszegési eljáráshoz, tehát megkérdezik a tagállamot, utána az ő szakértőik is vizsgálják a témát, lehet, hogy elutaznak Magyarországra, ha ennek szükségét. Mennyi időt vesz igénybe? Látják, hát ezek nem villámgyors dolgok. Alaposan és pontosan kell dolgozni, felelősséggel kell dolgozni. Nincs erre most a fejemben egy olyan határidő, hogy mennyi idő alatt kell elvégezni. Biztos, hogy a végére járnak, jelentik vissza a parlamentnek, hogy felkérésük alapján elvégeztük a vizsgálatot, és ezt találtuk. És annak alapján a parlament meg is nevezik, hogy az úgynevezett elnökök bizottsága, ez a párt családok vezetőinek az értekezlete, megállapítja, hogy akkor hogyan folytatódjék az eljárás. Igen. Ennek ugye még szankciója nincs, de gyakorlatilag mégiscsak valamiféle fenyegetettséget, valamiféle utolsó figyelmeztetést, mint ahogy ön fogalmazott, üzen a magyar kormány felé, nem? Hát természetesen, ugye az ország világ előtt azt mutatja, hogy olyan mennyiségben gyűltek össze kifogásolható, vagy hát föltételezhetően kifogásolható témák egy tagállammal kapcsolatban, hogy ez indokoltá tette ennek a bizonyos hetes cikknek a meghivatkozását és egy vizsgálat elindítását. Tehát itt, akinek füle van a hallásra, az hallja, hogy valamit vissza kéne venni ezekből az intézkedésekből ahhoz, hogy megnyugodjon az európai közvélemény, mert különben tényleg Magyarországon fognak példát statuálni az uniós normák betartása tekintetében. Na, de hát ez viszont, ez a 8 pont, a három olyan kardinális kérdés, ami egy kormánynak gyakorlatilag a majdnem egész kormányzati filozófiáját átölelheti, hát ez a 8, ez meg gyakorlatilag átöleli az egészet. Tehát, hogyha ezt a 8-at kritizálják, ezt a 8-at felülvizsgálják, ebben a 8-ban majd egyszer valamilyen testület azt mondja, hogy változtatásokat kérünk, hát ez gyakorlatilag egy ország kormányának a teljes irányváltását kell, hogy kérje vagy követelje egy uniós szervtől. Hát nézd, ez a kormány politikai megítélését illetően egy elég súlyos kudarc, ami azt jelenti, hogy az európai normákkal szembe ment és összeütközött, ez olyan, mint egy karambol az autópályán. Tehát ez már ez az állásfoglalás. Ez is. Az állásfoglalás. Ugye gazdasági tekintetben sikerült az országot rossz kormányzással egy olyan helyzetbe sodorni, ami hasonló a 2008 őszihez, akkor is rossz kormányzással eljutott odáig az ország, hogy IMF-EU hitelt kellett kérni. Most ez megismétlődik, azzal a különbséggel, hogy a belpolitikai konzekvenciákat ezúttal nem vonták le, tehát még egy miniszter sem mondott le, pedig hát ilyen esetben európai demokráciákban legalább
egy-két miniszter föláll, és ezzel demonstrálja, hogy nem sikerült az a próbálkozás, amerre ő elindult. Erre gondolt, erre az egész folyamatra, illetve a folyamat jelen helyzetre, vagy jelen állására, amikor úgy nyilatkozott a 168 órának, hogy Magyarország elszigetelődése már ténykérdés? Elsősorban a külpolitikai elszigetelődésre utaltam. Az elég látványos, hogy mennyire nincsenek külpolitikai események jelenleg, túl azon, ami kollektív esemény, tehát egy európai csúcs, vagy egy néppárti találkozó, vagy hasonlók, hát mutatóba akad egy-két kormányfői szintű találkozó, némelyik azok közül is egy picit erőltetett, tehát látható, hogy nem vágynak arra, hogy Magyarországra utazzanak, és nem igen akarják fogadni a magyar kormányfőt kétoldalú találkozókra. Tehát ez az elszigetelődés jele. Ilyenkor a legtöbb ország azt mondja, hogy ezzel az országgal most nem mutatkozzunk. Várjuk meg, hogy mi lesz vele, várjuk meg, amíg az Unió befejezi a vizsgálatot, majd utána döntsünk, mindenütt föl vannak jegyezve az esedékes oda-vissza látogatások, de úgy tűnik, hogy ezeket erősen halasztják. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.